Régóta nagyon sokan várták már, hogy folytassam az egyik rengeteg kommentet generáló videómat, amelyben a világ legbizarabb, legkeményebb eszközeit mutattam be, amikkel rendszerint finoman szólva is nem igazán komfortos helyzetbe és állapotba kényszerítették az emberek más embertársaikat. Aki nem látta ezt a videót, annak a leírásba beteszem, valamint itt a fenti részre kattintva meg is tudod nézni, de előre szólok, hogy felkavaró és erős gyomruaknak ajánlott. Lássuk, miféle borzalmak léteztek még, melyekkel emberek lelkét és testét törték meg a történelem során. Öveket becsatolni, vágjunk is bele. A spanyoloknál nagy divatja és felfutása volt a beteg kínzóeszközöknek, és ebben a virágkorban született ez a csoda is. Jól nézzétek meg! Nem sokat kell magyaráznom a működéséről, szerintem ti is látni fogjátok. Nemes egyszerűséggel leültették oda az alanyt, majd leszíjazták, megkötözték. A nyaka köré csavart szíjat, vagy más verziókban vaspántot pedig hátulról egy forgatható karra tudták egyre inkább összeszorítani. A vashámot végül addig szorították, míg meg nem fulladt a delikvens, vagy szét nem zúzódott teljesen a nyaka és a nyelőcsöve. A következő módszer elsőre nem tűnik kegyetlennek, és mindössze egy bambuszra volt szükség hozzá, no meg egy bátor jelentkezőre, aki a poklok poklát élte át. A bambuszkínzás eredetileg Ázsiában volt kedvelt büntetési forma. A bambusz ugyanis akár napi 30 cm-t is képes nőni, a világ egyik leggyorsabban fejlődő növényéről van szó ugyanis. A bűnözőket néhány frissen levágott szára fektették, majd kikötözték őket. A többit pedig elvégezte a természet. A növény először csak átszúrta a bőrét, majd behatolt a testébe, át a szöveteken és a belső szerveken, hogy aztán a hasfalon úgy törjön át, mint a klasszikus Alien filmekben az a bizonyos lény. Csak itt sokkal hosszabb időn át, megsokszorozva a szenvedést. Ja, és az emberi aberrációról csak annyit, hogy a pácienst heteken át életben tartották, etették, itatták, hogy minél tovább tartson a tortúra. Létezett egy ehhez valamennyire hasonló módszer csak pepitában és patkányokkal. Ilyenkor a rágcsálókat egy fémvödörbe zárták, amit az áldozat hasára kötöttek. Mivel a vödör alsó részét felmelegítették, a patkányok ösztönös menekülési útvonalat kerestek maguknak. Ez pedig nem volt más, mint a szerencsétlenül járt delikvens hasa, vagy arca más verziókban, mikor hova tették a vödröt. Idővel szó szerint átrágták magukat az áldozaton, de addig is akár órákon át életben maradhatott az illető. A vikingek mindig is hírhettek voltak arról, hogy nem bántak épp kesztyűs kézzel sem az ellenséggel, sem pedig a bűnözőkkel. Tőlük ered a vérsas. Már a neve is elég durva, hát még maga a módszer, ami normális, épp elmélyű ember agyában soha nem születhetett volna, meg ebben biztos vagyok. Először lekötözték az áldozatot, majd a hátán felvágták a gerince mentén. Ezután egy baltával leválasztották a bordáit, majd kifordították azt a hátából. Végül, ha addig még életben volt az áldozat, akkor kiszedték a belső szerveket is. A legvégén pedig a két tüdőlebenyt is kifordították, így született meg a vérsas, ami egyes esetekben még képes volt kapkodni rögtönzött szárnyaival, mivel az áldozat az utolsókat rúgta az idegrángásoktól. Ennél már csak a római gyertya volt betegebb, amit a legendák szerint Néró császárnak köszönhetünk, aki elég híres volt arról, hogy rendkívüli mértékben aberrált volt. A római gyertya elkészítésének módja: végy egy bűnös áldozatot, kent be tetőtől talpig valamilyen hosszan égő, gyúlékony anyaggal. Kötözd egy karóhoz, majd gyújtsd meg, és már is elkezd égni az emberi gyertya, ami még hangot is ad. A feljegyzések szerint Néró császár szó szerint így adott fényt egyes nagyszabású összejövetelein, de valószínűleg az alap hangot és a hangulatot is megadta ezzel. Gondoljatok csak bele, milyen büdös lehetett az égő emberi hússzaga és a lassan elégő gyertyák jajveszékelései. Ha pedig már szóba került az emberi hús, létezett egy emberi grill nevű kínzási módszer is. Ez tulajdonképpen teljesen megegyezett azzal, amit ma az ember csinál, amikor grillez. Az áldozatokat egy hatalmas rásra fektették, oda bilincselték őket, majd faszenet pakoltak alájuk. Egyedül csak az egyedi ízlés szerinti fűszerezés maradt el. Tudtátok, hogy mi az a 9 farkú macska? Ez egy olyan speciális korbács, ami 9-szer erősebb fájdalmakat tudott okozni, mint a hagyományos korbácsok. Eredetileg főleg az angolszász világban használták. Ez nem más, mint egy 9 hosszú kötél vagy bőrfonatból készült ostor, mellyel a delikvens testére, elsősorban a hátára mértek csapásokat. Sok esetben szögecseket is tettek bele, így nem csak a bőrt, de a húst is tépte az áldozatok hátából. Ez kivételesen azonban nem direkt az áldozat elpusztítása céljából készült, hanem inkább fenyítésre használták a brit haditengerészetnél. A hajó gerincen való áthúzás is igen kegyetlen volt a hajósok, tengerészek és kalózok körében.
Eredetileg a 17. századi Hollandiából jött, de egyes feljegyzések jóval korábbra teszik. Az áldozatot megkötözték, majd ezt a kötelet a hajó legénysége irányította tovább. Először beledobták a vízbe, majd hosszában vagy keresztben végighúzták a hajó alján. Az áldozattal, ha szerencséje volt, akkor fulladás végzett, hanem akkor a hajó szálkás alja felsértette, és gyakran félig meddig meg is nyúzta őket. Gondoljatok csak bele, mennyire fájdalmas lehetett ezt a sós vízben átélni. Az sem volt ritka, hogy a cápák kezdtek el lakmározni a még élő áldozatokból odalent a mélyben. Hát ennyi fért bele a borzalmakból mára, de ne gondoljátok, hogy végeztünk. Az ember egy eléggé beteg élőlény ahhoz, hogy ezzel ne érjen véget a szellemes, néha kegyetlen eszközök bemutatásáról szóló sorozatom. Hamarosan tehát újabb résszel jövök, addig is írjátok meg kommentben, hogy ti melyiket nem szeretnétek soha kipróbálni. Nyilvánvaló, hogy egyiket sem, de ti melyiktől félnétek a legjobban. Írjátok meg kommentben.